Szeretnénk békességet a mindennapjainkban, Magyarországon és Erdélyben is, békességet magyar és magyar között, békességet magyar és román között. Erről Novák Katalin államfő beszélt, aki kétnapos magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben, és több ezer zarándokkal közösen gyalogolt a hármas halomoltárig. A tömegben ott volt Csemény Zsolt miniszterelnök helyettes is, aki arról beszélt, hogy a csíksomlyói búcsú megerősítést jelent a magyaroknak. Órákon keresztül hömpölygött a tömeg a Csíkszeredával összenőtt Csíksomlyóra vezető utakon szombat délelőtt. A búcsún évről évre részt vesz a nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Potápi Árpád János úgy fogalmazott, a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyfajta új év is. Kötelességünknek érezzük azt, hogy évről évre eljöjjünk Csíksomlyóra, és hálát adjunk a Jóistennek, hogy itt lehetünk. Számunkra ez egyfajta új év is, hiszen évről évre úgy érezzük, hogy hálát kell adnunk, hogy egy újabb esztendőt megérhettünk. Idén is több százezren várták, hogy elkezdődjön az ünnepi szertartás. Köztük volt a miniszterelnök helyettes is. Semjén Zsolt kiemelte, hogy a csíksomlyói búcsú megerősít minket magyarságunkban. Ez az a lelki feltöltődés, ami aztán átsegít egész évben a mindennapokon és a küzdelmeken, hogy itt a szűzanya lábánál megerősödjünk, és egymás hitéből is erősödjünk. Kereszténységben, magyarságban, összetartozásban. Áder János évek óta visszajáró zarándoka az ünnepi eseménynek. A korábbi köztársasági elnök a Szentmise után arról beszélt, hogy az elhangzottakból mindenki meríthet magának útravalót, amit a hétköznapokban is kamatoztathat. Mindenki kapott ebből a prédikációból olyan útravalót, amit elvihet, és sáfárkodhat belőle, elmélkedhet rajta, tovább gondolhatja, és amikor a hétköznapokban ezek a gondolatok visszaköszönnek a hétköznapi párbeszédek során, akkor ezt a tudást, amit most itt megkapott, ezt a tapasztalatot, amit megszerzett, ezt jól kamatoztathatja. Több ezer zarándokkal közösen gyalogolt a csíksomlyói kegytemplomtól a hármas halomoltárig Novák Katalin, aki köztársasági elnökként most először vett részt a csíksomlyói búcsún. Az államfő kétnapos székelyföldi magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben. Azt mondta, a békéért imádkozott. Szeretnénk békességet a mindennapjainkban is, szeretnénk békességet Magyarországon, és békességet szeretnénk itt Erdélyben is. Békességet magyar és magyar között, békességet magyar és román között, békességet Európában. Nekem pedig a Szentbeszédben az a mondat különösen megragadó volt, ami úgy szólt, hogy egy édesanyja boldog akkor, hogyha együtt van a család. Én magam is valahogy így éreztem, hogy egy elnök boldog akkor, ha együtt van a nemzet. Én ezt a nemzeti együttlétet, nemzeti összetartozást éltem ma át Csíksomlyón. A csíksomlyói hegynyerekben szombat délután véget ért a szertartás, de a pünkösdi programok tovább folytatódnak.